Figyelem! Folytatjuk a próbát! Jöjjön kérem! Jöjjön! Kellékeit helyes el! Szöveg? Megvan, ugye? Hát, ott tartottunk, hogy sok dolgok vannak földön és égen. Nos, csendet kérek! A színpad az önünk. Tessék! Sok dolgok vannak földön és égen, Merkúci. Jó, semhogy bölcselnetek felfogni képes. Hallja a hangját, ugye? Sok dolgok van a földön és égen. Javítsunk rajta. Vegyük át még egyszer, jó? Csendet kérek! Sok dolgok vannak földön és égen, Merkúció. Semhogy bölcselnetek. Ne suttogjon, ez nagyon fontos. Küldje előre a hangját. Oda, előre, látja? Nos, próbáljunk meg belülről dolgozni. Próbáljunk meg a tűzzel játszani. Hát, maga ezt tudja. Hiszen próbáltuk már vagy 50-szer. Csendet kérek. Tessék. Sok dolgok vannak földön és égen, Merkúció. Érezte. Látom a szemén, hogy érezte. Na még egyszer. Csendet kérek. Tessék. Sok dolgok vannak földön és égen, Merkúció. Semhogy bölcselnetek felfogni képes. Na ugye, láttam, hogy... Bonjour! Halászlom egyet. Ja, csak hagyd a sombut. Na, mi megy? Éppen erre jártam. Hát kérem, Hamletet próbáljuk. Igen, erre Hamlet. Tudom, már el is akartam venni, nagyon szép régi darab. Olyan hosszú darab, de azért lehet adni. Majd húzni fogunk belőle. Ne. Folytassák kérem. Nem folytatjuk, tehát... Igen, meghallgatok. Hát folytatjuk, tehát ugyanígy folytatjuk. Felséges úr, az éjjel elejárt atyád a szellem. Sok dolgok vannak földön és égen, Merkúció, sehogy bölcselnetek, elfogni képes. Felső izéke, melyik jelenet ez már, nem emlékszem világosan, olyan régen írták ezt a darabot. Hamlet értesül róla, hogy az atya szellem az éjjel elejárt. Tudom, nagyon jó jelenet a szellem. Szellemes jelenet? Hát kérem, ezt benne kell hagyni. De minek ezt olyan hosszan csinálni? Ezt, amit itt Hamlet úr mond, ezt húzni kell. Merkúció bejön, megmondja, hogy itt járt a szellem, Hamlet röviden bólint a fejével. Nem igaz? Ja, hát itt járt, akkor itt járt. Nem igaz? De igaz, igazgató uram. Hallotta? Ja, hát itt jártottam. Nem igaz, csak bólítson. Na, ez így jó lesz. Most jöhet mindjárt a szellem, azt hatásosan kell megcsinálni. Pészt nem kimenni! Mondja csak izéket. Milyen fél ember ez a Hamlet? Már nem emlékszem világosan, akkor éppen nem készülhettem. Hát kérem olyan... Gondolkodó! Az jó! De csak egészen röviden akarnám szabad. Hogy röviden? Már hogy röviden gondolkodni. Nem szeretem ezt a tépelődést a mai fiatalságnál. A te halála az okoskodás. Kérem szépen, a mai világban nem... Ne törje a fejét, azt a berkét! Hasson seget, mert fegye a berkét! Nem igaz? Vicces az igazgató úr! Már azért mondom, a gondolkodásból húzni kell. Igen, és... Na, folytassák, de mondom egészen röviden. Folytatjuk röviden. Nos, hát egy kicsit látunk egy másik jelenetre. Innen a negyedik jelenetre. Kelléke a könyv! Mit olvas, felséged? Szó! Mi azt kérem? Hogy van ez? Szó! De kérem, ezt így nem lehet ezt húzni kell. Ez csak nem feles legyen? Ennek az egésznek így nincs értelme. Hogyha azt kérdezik az embertől, hogy hogy van, arra felelhet ez, na, szó! De ha azt kérdezik, hogy mit olvas, arra nem lehet ezt felelni, megértette?
Megértette? Igen. Folytassák. Röviden. Röviden mondta egy csörgőt. Ugorjunk jelenetet. Azt mondja, hogy egy. Felséged oly borús ma este. Miért? A tépelőd és urrá lett talán felséged lelkén? Valami rothadt Dániában. Mit beszél maga itten? Valami rothadt Dániában. Hát a haját az utálatos, ilyet nem lehet beszélni. Nem lopom én a pénzt a színházban, kérem. És azt akarom, hogy a közönség mulasson. És hogy kell a közönség között a tánkoltól, és az megkajánk, és mit akár hazamegy, és mit mond? Hogy beszélnek itt a dánokról? Hogy nekünk hadat üzenjenek a dánok? Hát kérem, ezt így nem lehet, ezt kihúzzuk, megértette? Mégis húzzuk! Folytassák röviden! Nagy vonó! Folyt! Kelléke, fogja! Miért oly hallgatok, felséged ti? Lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés. Talán álmodni, ez a kérdő. Mert hogy mi álmodunk a halálban... Álljon meg, kérem, álljon meg! Milyen az izé? Ez a hosszú? Ez az izé? Ez a monológ. Monológ? Furcsa! És milyen régi dolgok vannak benne, lenni vagy nem lenni? Hiszen ez már Shakespeare-ben is megvan! Na, a Shakespeare! Ez ilyen, hogy nekem az egészet húzzuk, na? Folytassák röviden! Folytassuk röviden! Az azt mondja, hogy csak izéke! Mondja csak izéke! Meddig tart még ez a jelenet? Ez egy nagyon hosszú jelenet, azt mondhatom! Mondja csak izéke, nincs ebben a darabban valamiféle betét! Olyan izé! Női betét! Na már nem emlékszem, világosan akkor éppen nem készülhettem! De van, nem igazat úr. Ophelia, mikor nem őrül, nem jébeteg, dékdomokat ad elő. Fejünkendővel. Tudom, az nagyon kitűnő, nagyon hatásos. Na kérem szépen, közbe fogjuk szúrni ide ebbe a jelenetbe. Hívja be, kérem gyorsan Ophelia-t. Török is azt mondja. Lenni vagy nem lenni, most jönnek ilyesmivel. Ez is egy kérdés. Itt gyökeres reformokra van szükség, azt látom. Jókor jöttem ide. Igazad! Ne feleséget is kihagyjuk! Kérem! Is vagyok! Szólj! Az igazgató! Mit akar egy közbeszúrni a megindulés jelenetét? Kérem mondom, hogy bement a lány, de mint lány, többet nem üvek én. Csendet érek, tessék! Bement a lány, de mint lány, többet nem jövök ki! Bravo! Bravo! Bravissimo! Bravissimo! Kisasszony! Kisasszony, magam nagyon tehetséges! Nagyon, nagyon tehetséges! Na kérem, ezt közben fogjuk szólni, megértette? Igen! Ide ebbe a jelenetbe! Görög tűzzel! A kisasszony pedig táncoljon hozzá! Kisasszony, magam nagyon, nagyon tehetséges! Na! Kérem szépen, Shakespeare fordító!
Hogy maga maradjon felül, ugye?
egészen másképp kellett volna viselkednie. Na hajd át, hiszen én mindent megtettem. Igyekeztem szép lenni. Kacérkodtam. Hát mit tettem volna még más? Erre minden nő képes. Éppen innen veszi észre még a legtöbb elütöttebb férfi is, hogy akar valamit. És nincs az a férfi, akit ne tenne elbizakodottá, ha azt látja, hogy egy nő nagyon akarja őt. Na, hát akkor milyennek kellett volna lenni? Szerintnek kellett volna lenni és szemérmesnek? Magukfajta szerencsétlen nők mindig azon gondolkodnak, milyennek kellett volna lenniük, hogy magukba vonondítsák a férfi. Ezerféle trükköt fundálnak ki, és a végén mindegyikkel felsülnek, mert nem tudják. Mert nem ismerik a hódítás egyetlen, egyszerű, nagy titkát. És miért a titok? Ez a titok abból a napnál is világosabb, éppen ezért a legtöbb nő számára teljesen ismeretlen megfontolásból származik, hogy aki hódítani akar, annak azt kell ismernie, akit meg akar hódítani, nem saját magát. Azzal kell foglalkoznia, és nem magával. Nem beszélne világosabban. Maga ugyebár egyre azon törte a fejét, hogy milyen legyen, hogy viselkedjen. Nos, a jövőre nézvést, már ha még élni akar, jegyezzük meg magának egy szabályt. A férfiak éppen úgy, mint a nők, tetszeni akarnak. A férfiak tetszeni akarnak? Magának nincs emberismerete. Maga nem tudja, hogy van valami, ami a legbutább és a legokosabb férfira egyformán hat. És ez a valami a hízelmés. Semmit tudnék felfedezni, neki még nem járatta le magát, az se baj, ha nem ismerik. Hát, ha csak ez kell. A folyosón láttam Unglücklich urat. Mit szól ez a csirkefogóhoz? De már megint benyomta Oliviát. Más címmel, más névvel. A két lelkű asszony? Ez az ember valóságos járvány. Itt van, nézze csak. Olivia két lelke. Ugyanaz a novell, amit 3 éven belül már 17-szer adok neki vissza. Mindig más címet ad neki a szemben. Volt már asszony sors, volt a fiatalmas férfi, volt röviden asszony, érdemes emlék. Hát Olivia néha piroskának hívják benne, néha meg röviden Marcinak, de mindig szóra ugyanaz a novella. Olvassa csak. Kívülről tudom. A haja bronzvörös volt, mint a lebukó trópusi nap egy gangeszitári alkonyat. Tudom, nekem is idatta vagy már 3-szor, különféle címek alatt. Az volt a baj, hogy visszaadtuk neki. De most majd egész egyszerűen nem adjuk vissza azon a címen, hogy 2 iratokat nem örszünk meg, és nem küldünk vissza. Na! Főszerkesztő úr? Igen? Egy hölgy. Milyen hölgy? Mit akar? Nem tudom, még nem járt itt. Küldje be! Nem akar bejönni. Mi?
Fönt van a társadalomban, és kérdezi a főszakértő urat, hogy várjon föl. Hogy hívják? Azt mondta, hogy... Kisasszony, kérem, azonnal jövök. Kérem, kisasszony, azonnal jövök. Igen is. Beszélik én? Igen. Rögtön jövök. Igen. Családi ügy. Igen. Így legyen szíves, nézd át ezeket a novellákat, hátatalával megfelelőt. Igen. Rögtön jövök. Igen. Kisasszony! Kisasszony, várjon csak majd én beszélek vele. A rendőrségen, a robot munkat személyen. Hogy tetszik ezt érteni? Úgyhogy mikor Olivia-t behozzák a detektívek, ki se kérdezzük, meg se hallgatjuk, hanem egyenesen illendőségi helyre baloncoljuk. A papírkosárba. Hogy tetszik ezt érteni, hogy nem közölhető? Nem. Olivia két lelke nem közölhető. Egyik lelke sem közölhető. Olivia azt kérdez egy helyen, magalni mellette az ön novellájában, hogy hova jutok? Ön, mint szerző, nem tud válaszolni Olivia-nak. Mi meg tudjuk neki mondani, hogy hova jut. A pérkosárba. Szóval nem közölhető? Nem tudom, nem. Akkor tessék visszaadni a kéziratomat. Hogy nem? Hogy két év múlva megint visszahozza, nem lehet, fiam. Nem őriztük meg a kéziratot. És értesítettük a vidéki rendőrségeket és az összeszerkesztőségeket, hogy Olivia-t tartoztassák le, ahogy meglátják. Nem adja vissza? Akkor hogy lehessen végrehajtani a végrendeletemet, miszerint az Olivia-t együtt égessék el velem a krematóriumban, holnap után Csepelnél, ahol a holttestemet kifogják a Dunából. Először is. Csepelen nincsen krematórium. Másodszor. Miért kell a maga holttestét rögtön elégetni, miután kihúzták a vízből? Tudja, milyen nehezen égen egy ilyen vízes holttest? Harmadszor! Miért kell magának ezelőbb vízbe urania? Ugorjon egyenesen a krematóriumba! És negyedszer. Miért kell egyáltalán ugrani? Én ezt nem bírom tovább. Az ellenálló képességem össze van törve, nem megy tovább. Minden fiam, hogy lehet valaki ennyire hülye? Köszönöm jól. Csak azt mondik ahhoz a rögeszményhez, hogy magának írni kell. Hiszen annyi mindenféle pálya van. Az ember még püspök is lehet. És annál írói becsvágyai van. Miért ragaszkodik ez a Olivia-hoz? Mert ebbe beleírtam a lelkemet. Ugyan kérem, Olivia-nak van két lelke. Magának egy, az összesen három. És a háromból együtt véle nem érték elfogadható tárcsal. De nem tudok más írni, csak ami a lelkemben van. Na látja? Ez az, amit nem akar maga megérteni. Hát hiába van benne a maga lelke. A közösség erre nem kíváncsi. A közösségnek, fiam, mese kell. Mese! Történet, cselekmény. Izgalmas, életfeszítő cselekmény! Hiszen az én novellámban mindez megkülönjük. Nem már, mi van a maga novellájában, hogy egy fiú szeret egy asszony. Az asszony nem tud dönteni a fiú és a férje közt, és a végén elkergeti a fiút. Na már most a fiú elmegy, és szenved, és a végén valami nagy üzletet csinál. De hogy üzletet, de hogy üzletet. Befutott ember lesz ünnepelt író. Ünnepelt író? Bánom is én! Na szóval jól keres! Na de asszony, visszajön hozzá, aztán felkínálja magát! Illetve úgy érzi, hogy megváltozott a lelke. Megváltozott a lelke? Bánom is én! Belemész a szemébe! Szomorúan és szeretettel végignéz rajta. És csak ennyit mond.
Asszonyom, én valamikor sokat sírtam. Ha vissza tudja adni nekem ezeket a könnyeket, akkor gondoljon rá megint, de most Isten vele. És ott hagyja! Hát igen. Ez mi? Ez egy történet? Ez egy hülyeség? Egy lapos, érzelgős, romantikus szamásság! Szeretnek történt! Maga az ünnepelt író! Elfogadnak a tárcáját! Szóval, ha elfogadnak a tárcáját, akkor valóra válna az, amiről a tárca szól! Szóval maga gőgösen elrúgná fel nagyságát, aki a láb előtt vinyugna! Szóval ez a hülye és unalmas novella jól lenne, ha megjelenne! Az élet ilyen csodálatos! Hát, fiam, az élet valóban csodálatos! De nem a maga életet. Hát azt kell megírni, ami mással történik, és nem velünk? Tudom én! Nem vagyok kritikus! Csak azt akarom mondani, hogy érdekesnek kell lenni a dolognak. Akár megtörténik, akár nem! De tudja mit? Érdekesnek sem kell lennie. Tudja, milyennek kell lennie egy tárcának? Ahhoz, hogy megjelenjen. Milyennek? Olyannak. Hogy a főszerkesztőnek tessék. Nem az a fontos, hogy nekem tetszik, mert én úgysem adhatom le. Az sem fontos, hogy a közönségnek tetszik, mert nem a közönség közé. A főszerkesztőnek kellene, hogy tessék. De annak nem tetszik. Az a baj, fiam. Hát milyen tetszik neki? Azt csak ő tudja, nem én. A novellámnak meg kell jelenni, és különben este nem hajthatom el a fejemet. Mondom, hogy neki nem tetszik a téma. Majd fog neki. Neki egészen más témát tetszenek. Majd azt fogja hinni, hogy más téma. De ő egy hűlember, a témát ő szereti adni. Majd azt fogja hinni, hogy ő adta. De olyan témát szeret, amit ő is ki tudna találni. Azt fogja hinni, hogy ő adta ki. Én csak annyit kérek, hadd beszéljek a főszerkesztő úrral. A többi tessék rám nézni. Hol van Olivia? Helyes! Hát jön vissza! Nem, 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 Bezeti tudomány bizonyára megmondta magának. Ja, igen. Igen. Hogy nem közölhető. Sajnos. Nem figyel, a történet jelentéktelen, sablónos, nem érdekelheti a közönséget. Nem is a megírásával van baj, a mesélye nem érdekes. Látja pedig, Kári, szeretem a lelkes fiatal embereket. Csak valahol mások kéne keresni a témáért. Hiszen az élet olyan gazdag. De nem az enyém. A film arról én nem tehetek. Igen. Sokszor gondoltam erre, hogy mások életét kellene figyelnem. Valami érdekes, egy eredetit meglátni. Szürke életem. Épp az előbb, mikor megláttam a főszerkesztőt kint a folyosón, ahol egy hölgy várta. Kérem, az egészen kivételes eset volt. Máskülönben csak itt szoktam fogadni a szobámban. Mindjárt tudtam, hogy valami kivételes eset lehet, és arra gondoltam, hogy vannak, akiknek az élete csak a rendkívüli izgalmas kaland, hogy nekem azokat kellene figyelnem, akik élnek, dolgoznak, harcolnak, akik benne vannak a nagybetűs életbe, akiknek pályafutásuk van. Istenem, amennyiben rám céloz, én éppen nem. Az ön pályafutása milyen rendkívüli lehetett? Milyen nagyszerű. Egy nagy pályafutás. Igen. Igen. Mit elvi a Nem volt az más, csak munka és harc. És ha volt némi szerési terve részem, az csak annak köszönhetem, hogy nem tértem le az utamról. Igen, ez az, amit a nyilvánosság tud. De az ilyen nagyszerű élet mögött, mint a főszerkesztő úr, mindig van valami, amit csak a művész érthet meg. A kulisszák közt, az indulásban valami, ami a művész számára mindent megmagyaráz. Isten, mi van ebben? Szegény és ismeretlen fiatal ember voltam, mint a többi valamikor. Szegény és ismeretlen, eddig elviszem, de nem olyan, mint a többi, mert a többi megmaradt szegénynek és ismeretlennek. Míg önnel történt valami már akkor lehet. Milyen különös, hogy éppen most
Na igen, igen. Úgy látom, fiatal barátom magának, téma kellene mi? Valami különös, valami izgalmas. Ne csak mindig a maga kis világa, hanem egyszer már az igazi élet. Tudja mit, fiatal barátom? Mondok én magának egy mesét. Egy mesét valakiről, akárkiről. Mondjuk egy régi ismerősömről, nevezik csak akárkinek. Ez az akárki, szegény is. Ismeretlen valaki volt valamikor. Igen, tudom. A főszerkesztő nem akar, hogy tudjam, hogy a főszerkesztő. Kérlek, az most teljességgel mindegy. Mondjuk, hogy a fiatalban olyasféle volt, mint én. Én szeretek valakit. Egy csodálatos asszony. Most hát, lehet. Most tessék tovább mondani, olyan érdekes. Asszony volt, ugye? Asszony. És ő is szerette a főszerkesztő urat, ugye? Nem tudott dönteni a férje és a főszerkesztő az illető között, mondjuk. Ugye? Ennyire izgatja a téma? Nem is hiszi mennyire. Igen. Ez más valami. Elképzelem ezt az asszonyt, hogy a főszerkesztő leírta az igényt. Vörös hajjal. Olyan plasztikusan áll előttem, hogy letetszett írni pár szóval. Azt tetszett mondani, vörös hajom volt, ugye? Hát... olyan vörösféle. Igen, igen. És tessék csak mondani, miért maradt mégis a férjem mellett, mert ezt nem jól értettem. Azért, mert azt hittem, hogy a fiatal ember... Persze, milyen buta vagyok. Hiszen akkor, amit a fűzőkor elmondott, világos. Mert azt hittem, a fiatal ember nem szereti eléggé. Ha szeretné, akkor harcolna érte. Úgy van, szóról szóra ezt mondtam. Igen, tudom, vannak ilyen nők. Most érzem, hogy vannak. Mint az életben. És aztán mi történt? Nos, aztán a fiatalember harcolt. Harcolt az élettel és győzött. Valaki lett belőle egy nagy napilap főszerkesztője. Nem mondjuk azt, hogy főszerkesztő az annyira nyilvánvaló volna. Vagy egy ünnepelt író, hiszen teljesen mindegy. Tessék csak mondani, mert annyira érdekes, nem? Hol hagytam abba? Hát ott, hogy egy napon az asszony elment a főszerkesztőségben megmondani, nem bírja tovább, de mit felelt rá, mikor a fiatalember azokat a szavakat a szemébe vágta? Micsoda szavakat? Amit tetszett mondani az előbb, hogy kisvált szerint, hogy asszonyom, ha vissza tudja adni nekem ezeket a könnyeket, akkor gondolja rám megint, de most Isten vele. Így mondtam volna. Így. Szóról szóra megjegyeztem, ez olyan szép és különös és meleg. Ezt nem is lehet elfelejteni, és ezek után már nem is fontos, hogy mit válaszolt rá. A történet ezekkel a szavakkal kész és kerek és befejezett. Istenem, ez már egy történet. Tetszik mi? Ja, fiam, ez az itt. Amin ezt megírhatnám. Micsoda remek egy tabella lenne. Írja meg! Micsoda. Megengedni, hogy megírjam? Mi az, hogy megengedem? Követelem, hogy megírjam? Óriási sikere lenne. Magam is úgy vélem. A közönség szereti a különös történeteket. Mondja csak, fiacskám, mennyi időt tudnász maga megírni? Ezt? Fél óra alatt. Ez a kész történet, ezt nem is kell gondolkozni, csak lediktálni. Sikere lesz. Nyugodj le, fiam, maga most már minden héten írni fog nekem egy novellát. De gyerekém, igen? Megvan a holnapi novella. Úrlük, mikor olyan témát mondott el nekem az életből állásra, amit csak le kell vitálni és kész. Na fiam, csak szaporán. Ha úrlük, mikor elkészült, küldje azonnal nyomnál be a kéziratot. Elolvasás nélkül! Ezen nincs itt elolvasni, ez kész dolog. Ennek sikere lesz. Tudja, nem szoktam tévedni. Fiam, fiam, maga meg zárkózzék itt be is. Ne hagyja magát zavarni. Igen, és főszerkesztő. Összei meg! Mit adok be neki? Azt majd olvasni fogja holnap, kedves Bezerédi úr. De most megbocsát, ugye nem tudok dolgozni, ha zavarnak. Ejha! Hallottam, mit mondott a főszerkesztő úr. Nincs idő, fél óra múlva zárjuk a napot. Hát kérem,
Bocsánatot kérek! Inkább a törvényszék rovatot tessék sürgetni, megint lefésünk. A fidadalmat tessék rám bízni ezen az ötrólra. Kérem! Kérem! Ezek a sportriporterek. Azt hiszik az irodalom, hogy sajtóiroda. Most is azt mondja. Készen van? Készen vagyok. Akkor mehet? Mehet. Jó, na tessék, írja. A haja bronzvörös volt. Mint a... Mint a lebukó trópusinak, pedig angesitár alkonyatában. Mindig az az erősebb, mindig az maradt elő, aki hízelegni tud. Hízelegni? Igen, gyere nekem, hízelegni. Hazudni. Megtudni, hogy mi a hiúsága az illető férfinak. Mire volna a legbüszkébb? Minek a hiányát érzi a leginkább? Közönségesen, egyszerűen, aljasul és meggyőződés nélkül hízelegni. Nincs az a látvész. Nincs az a fölényes emberismerő és nőismerő. Nincs az a minden bűnön és erényen felülemelkedett, lélekbe és vesében röntgen szemekkel belelátó csodalény, aki ne válna süket hülyévé, mihelyest olyan jó tulajdonságot fognak rá, ami hiányzik. És ha egyszer elhitte, görcsösen ragaszkodni fog ahhoz, aki ezt a tulajdonságot meglátta. Na, de ez lehet igaz. Nem lehet igaz? Hát a nagyorú embernek azt kell mondani, hogy pisze. Az ízlését kell dicsérni annak, aki sárga cipőt vesz fel smokinghoz. Fülemirének a tollát, párának a hangját kell dicsérni, próbálja ki! Azt hiszi igazán? Tudja, mit kellett volna tennie azzal a férfival, aki elhagyta és tönkretette magát? Mert maga őszinte volt, mert kiadta magát neki, mert olyannak akart látszani, amilyen, mert csak tetszeni akart neki, és nem többet ennél. Tudja, hogy kellett volna várnia vele? Hogyan? Azt kellett volna mondania neki, hogy ő a legokosabb, a legszebb, a legtökéletesebb férfi a világon. Nem viszi el. Egyszerűen, szemtelenül és pimaszul a képébe hazudni neki. Amikor nem volt ilyen, ugye? De ilyen szeretett volna lenni, szegény, ronda, szerencsétlen fráter. Ő azt mondta, hogy a 30 éves háború után is behozták. Mit? Tudnélik, akkor is arról volt szó, hogy a hosszú és véres háború megtizedelte a férfi lakosságot. Így hát gondoskodni kell a jövőről.
Na már most azt mondja ez a zsemlei, hogy mi lenne, ha most is behoznak. Mit? Tudod, én csak egy groteszk ötletet tartom ezt az egészet. Mi? Hát a... Poligámiát! Mi a poligámiát? Igen. Hát ez a poli... Hát miért ne hoztál be? Igazán? Ugye? Ugye te is azt mondod? Na, ez nagyszerű. Soha se hittem volna, hogy ilyen emelkedetten, ilyen elfogulatlanul gondolkodol, ilyen objektívan tudsz látni, mint egy intellektus, mint egy férfi. De mindig utálnak itt engem, mint amilyen vagyok. De ezen túl magamhoz méltónak, nemesen és önzetlenül, szélesen gondolkodó, megértő, egyenrangú szellemnek fognak tekinteni, akivel mindenről el lehet beszélgetni. Szellemtársam is leszel! Nagyon örülök ezt elfekezésen. Most már meg tudom neked mondani, mint egy barátnak, egy észlénynek. Most már meg tudom neked mondani, hogy az én nézetem szerint is a leghelyesebb volna, ha behoznák. Mi? A poligámiát. Mi a poligámia? Azokat a kifogásokat, amiket erkölcsi szempontból tehetett az elfogult konzervativizmus, már rég megdöntötte az új tudomány. Hiszen vannak népek, melyeknél a poligámiának éppen az ellenkezőre erkölcstelen. Úgy látszik, az emberi természetben gyökerezik. Csak természetes, egészséges rendviszállításra volna, ha behozták. Hát persze, fiam. De fiam, ugye, hát ilyen kedves, bölcs, megértő is vagy te. Aztán itt van a gazdasági szempont, kérlek, lássam. Az ember az első percben azt hinné, hogy gazdaságilag a férfi elviselhetetlen terhetett volna a poligámia, de a közelebbről megnézzük, kiderül, hogy a gazdaság egyensúly nem csak hogy megmarad, de javul a poligámiában, ez egészen bizonyos! Ha bizonyos, akkor jó. Kevés bizonyos, mert Balin egyrészt több nőről kell, hogy gondoskodjam, és mivel az a több nő az én tulajdonom. Hogy van ez, kérlek? Még egyszer, miféle nőkről beszélsz te? Poligámiáról beszéltünk, nem? Bánom is én azt a poli vagy pali vagy hogy hívják. De itt nőkről beszélsz, nem arról a polimániáról vagy palimániáról. De tulajdonképpen mi az a polimánia? A poligámiára gondolsz? Semmi. A vámtarifa központosítását hívják így. A hivatalnokok fizetésrendezésének az állami szervezését. A mezei konkurén porzójának, a passzírmának a tudományos neve. Poli, a szír, kámia, az on, szír. Úgy kellett volna tennie, mint hogy húva egyáltalán nem várna tőle semmit. Magának ő csak feltűnt, hogy nem olyan, mint a többi férfiak, akikkel eddig találkozott. Eddig igen, értem? Úgy kellett volna figyelnie, rátott szájával, tágra mereztett szemekkel a szamárságaira, mint hogyha isteni kinyilatkoztatások lennének. Mint hogyha minden szava az igazság villámcsapásaként hatott volna magára, amitől egyszerre világosság gyújt volna ki a maga elméjében. Na mit nézd? Talán nem hiszi, hogy így kellett volna kezdeni? De igen, mit van? Igaza van, én ezzel olyan világosan láttam, hogy ezt kellett volna tennem, olyan világosan, mintha... kigyújt volna valami az elmémben. Az igazság világcsapása. Hát persze, szegény kicsikén. Ezt kellett volna tenni. Az ostoba elméleteit pedig, mert minden férfi tele van elméletekkel. Bentartás nélkül el kellett volna fogadnia. Azt kellett volna mondania csak mindenre. Álmodó, csodálkozó szemekkel, suttogva, igen, igaz, igaza van, nagyon igaz. Azt mondtam, hogy én igaza van, hogy ezt kellett volna. Na már most, miután elhitette vele, hogy ő az egyetlen férfi a Földön, egészen szemtelenül és pimaszul ki kellett volna jelentenie, hogy ő most már ne is törődjék magával, mert maga nem tárgít mellőle, maga a küszöbén fog ülni, kenyéren és vizen fog élni, mert magának nem kell más, csak hogy a szavát hallja. Ez a második lépés. Igen. De hiszen nem a fázi. Nem akar hazamenni? Nem, figyelek, beszéljen, ez pontosan.
És a harmadik lépés? A harmadik lépés. Egy idő után ki kellett volna jelentenie, hogy maga nem is azért szerette meg őt, mert olyan intelligens, olyan okos, olyan egyedülálló jelenség, hanem azért, mert olyan szép, férfias jelenség. Nem magának kellett volna mondogatnia, hogy neked ez kell, vagy az kell. Magának egész egyszerűen csak azt kellett volna mondogatnia, hogy mennyire szégyelli magát ilyen szegénynek, szomorúnak és kicsinek lenni egy ilyen nagyszerű, kitűnő és elegáns férfi mellett, mint ő. És az ostoba, ízelgéstől megkógyavosodott barom egyszerre csak azon vette volna észre magát, hogy nincs semmije, csak hogy szerelmes magának. Mert maga kívánatos a ruhákban, amiket ő vett magának, és elérkezett volna az idő, hogy ő maga dobhatta volna el őt, és akkor most őt találtam volna egy kötélen a nyakát, nem pedig magát. Így kell bánni a férfiakkal. Részint belátásból, mert ők azt hiszik, nagyon kedvesek, amikor így kütyögnek nekem, és nincs szívem hozzá, hogy kiábrándítsam őket. Részint pedig számításból, mert néhány évig náluk leszek. Most ők gondoskodnak rólam, és mondhatom így kényelmesebb nekem, mint hogyha magamnak kellene megkeresni a kenyeremet felnőtt gyanánt. Ezzel szemben én tartozom nekik kedvesnek, bájosnak és gyermetegnek lenni. Ők például azt mondják nekem, Bübüte! Mire itt eltítve felelek nekik, mert az nekik örömet okoz. És úgy látszik, hogy a pénzükért joguk van hozzá, hogy úgy mulassanak, ahogy ők tudnak.
Ezek társadalmi felszegségek, uram. És én alkalmazkodom. Kíváncsian kérdezősködöm, csodálkozom, mikor mindenféle butaságot mondanak nekem a vasútról, meg a madrakról. És úgy teszek, mintha nagyon imponálnának, hogy ők mindent tudnak, és én semmit se tudok. Alkalmazkodom, de higgy el, nehezemre esik sokszor. Uram, én igazán sajnálom. Ne sajnáljon! Ha felnövök, nekem is lesz gyerekem, és gügyökbe fogok vele beszélni, és tanítani fogom, és imponálni fogok neki, és a szót fogad nekem. Az emberek, ha idősebbek lesznek, és rájönnek, hogy senki sem hallgat rájuk, bosszúból gyereket szülnek maguknak. Hogy legyen valaki, aki előtt játszhatják a felnőttet, és minden tudót. De most ne zavarjon. Gondolkodom. Na, igazad van? Igazad van, én most már látom az életet. Most már látom, mikor már késő. Hogyan kérem, mi az, hogy késő? Késő. Ha visszatérne, már nem kellene nekem. Igazán? Nem kellene se ő, se már hozzá hasonló, akiket hízengéssel le lehet venni a lábukról. Maga megmutatta, mi a különbség férfi és férfi közt. Most már nyugodtan hallhatok meg. Na de, kedves, kedves, hogy is hívják, Genoveva. Ez a nevem. Kedves Genoveva, nem kell olyan tragikusan menni. Maga visszaadta a lelki békémet és a nyugalmamat, amivel én most már nyugodtan fogok meghalni. Most, hogy már tisztán látom, milyen nevetséges és ostoba voltam. Most, hogy látom, milyen trut, milyen kívány ember miatt szenvedtem, és akartam eldobni az életet. Most, hogy látom, hogy ostobaságommal előre elveszettem azt, akit eddig nem is ismertem még. Az igazit, aki miatt érdemes meghalni, ha elveszett. Ki az az igazi? Kit vesztett el előre, mielőtt megismerte volna? Magát. Igen, magát. Akiről negyed órával ezelőtt azt sem tudtam, hogy a világon van. Hogy van a világon, akik csak álmodtam, akik csak elképzeltem magamnak a reménytelenség és kétségbeesés óráiban. De akkor mindig azt hittem, nem élő ember. Szebb és jobb és igazabb utáni kétségbe esett vágy és képzelt látomása. A férfit, aki nem hisz utolba van, akinek nem az az egyetlen vágya, hogy többre tartsák másoknál, akit nem lehet hazug hízelgéssel levenni a lábáról, mert igazi értéke van, amihez nem fér be a hízelgés. Az, akinek ahhoz, hogy a saját értékét érezze, nincs szüksége arra, hogy tönkre menjen és meghajjon miatt a nő. Aki nem a halálba kerget, hanem megment a haláltól az igazság és jóság szavával, magát, akivel megvan a képesség, hogy új életet adjon és teremtsen, magát, akit előbb kellett volna ismernem, és talán boldogan itt élhettem volna, és akit későn ismertem meg, hogy legalább boldogan tudjak meghalni. De kedves Genoveva, ne beszéljem már a halálról. Hagyjon el! Hagyjon most el! Most olyan boldog és nyugodt vagyok, most így szeretnék meghalni. Életem első boldog, tiszta percében, hogy ne jöjjön vissza a régi életem. Így, én emelkedettem, ilyen fenségesen, így, hogy életemben először hinni tudok megint valakiben, aki külön van hitván többieknél. Hagyjon most el, kérem! Menjen el! Felejtsen el! Maga elvégezte a dolgát, amikor egy pillanatra boldoggá tette a legnagyobb nőt azzal, hogy megismertette magát, a legnemesebb férfit. Hagyjon el! Thank you.
Szőkének és kékszeműnek, mi? Milyen ostobák maguk. Azt hiszik, nálunk is ez a fontos, ami maguknál. Megjelen és forma. Testi szépség. Igazán? Hát lehet csúnya is. Csúnyázám. Azt nem mondom. Szépnek kell lenni, az természetes. Csak hogy a szépség önmagában még nem elég. Az olyan természetes alapfeltétel, mint a levegő. De hol van még a szép férfi? A férfi ideáltól. Csak maguk örülnek, hogy mindjárt egy nő szép. Nekünk ez kevés. Szépek lenni magunk is tudunk. Szóval okosnak is kell lennie. Zseniálisnak, lágyésznek, nagy gondolkodónak, ugye? Csacsi, mi közöm a gondolataihoz, ha nem én rám vonatkoznak? Még ha akkora lágyész is, mint az a... Az a Madison. Madison? Az a férfi, akiről mi ábrándozunk, elsősorban férfi. Nem világboldogító apostol. Hát lehet buta is. Hol gondol? Az természetes, hogy mellékesen világboldogító apostol. Csak nem gondolja, hogy engem igazán érdekelni tudna egy buta férfi, az, hogy okos és tehetséges legyen, az hozzátartozik a dologhoz. Maga semmi különös nincs. Hiszen különben nincs is rá mód, hogy megismerkedjünk. Egy buta férfival szemben mindig érezzük a szellemi fölényünket, és ez elviselhetetlen. Mert mi nem szeretünk fölényben lenni. Szellemileg. Értem. Egy szóval olyannak kell lennie, hogy szerelmet keltsen. Van benne valami sugárzó. Ez arca önérzetet, okosságot, bátorságot tükröz. És? Egyéb semmit? Hát még mit? Hol a legfontosabb? A rajongás. A rajongás? A rajongástól elboruló szemek, ahogy rám néz. A vak imádat, amiben felolvatva meglát. A kétségbe esett zokogás. A kiugrás a negyedik emeletről. A vak düroham, amivel tört ragadt, hogy leszúrja azt a másik férfit, akire ránézek. Nézze másra, ha egyszerűen... Na, hallja! Azt hiszi, tudnék szeretni egy olyan férfit, aki terrorizál? Aki a szabadságomat akarja? Úgy unduradom a féltékeny férfiaktól. Nem. Az előpont azt mondta... Mit az elő? A terepi! Az én ideálom titokban szenved. Hát szól. Csak elnézti magát érte. Halálosan tudnék szeretni egy ilyen. Hagyjon el, Ákos! Nem Ákos, Ödön! Hagyadön! De hát, kedves kicsi Genovéva, miért ilyen szomorú? Én nem vagyok szomorú. Én boldog vagyok. Minden ilyen furcsán. Maga nem tudja, mit szenvedtem én? Én ne tudnám! De hogy nem tudom! Ismerném az embereket! Jaj, most minden olyan szép. Miért nem hagy magamra? Szeretnék meghalni. Genovéva, mi jut eszébe? Nem engedem! Ödön, ne szoríts, hogy így ne nyugtatsz meg! Hát... Hogy? Így? Olyan furcsán érzem magam. Szédülök. Soha nem éreztem így magam.
Menjünk. Ez már is. Igen! Megmentettél! Én már nem akarok meghalni, már élni akarok, akárhogy, csak a közeledben lehessek! Thank you.
szolgálja, a rászolgálja. Jó napot! Kérem, itt kiadó az a különben járt utcai szoba? Igen, erre tessék! Igen. Várjon, hiszen ez egy konyha. Persze, hogy konyha, de nem az az. Itt mellettek. Igen? Bocsánat. Lent az volt, hogy külön bejárat. Miért ez nem külön bejárat? A konyhán keresztül. Mi az, hogy a konyhán keresztül? Külön bejárat, az külön bejárat. Ennek a szobának külön ajtaja van bejárásra. Ezzel az ajtón külön be lehet járni. Külön ajtó. Külön arra a cél, hogy az ember az ajtón keresztül bemegyek a szobába. Minden esetben az nagy elmény, az ajtó külön erre a célra. Ugye hány olyan hely van nagyságos, azt mondja, hogy azt az ajtót mindenféle más célokra használják. De szóval beletörölköznek, vagy csikálnak benne, vagy ebédelnek benne. Igen, kérem, ez a nagy rávas. Vagy ugye hány olyan hely van nagyságos, azt mondja, hogy egyáltalán nincs is ajtaja. Adta meg a nagy rávasát! Itt van például mindjárt a koporsó. Hát jól, az lesz, hogy mert olyan elmés vagyok. Nem! Ha nem mert zenészt, te odom ki a szobát, azt kérem már nem. Meg se néztem. Kérem, merre van itt az ablak? Az ablak. Ott! Bocsánat, nem látom rossz a szemem. Ott fönt? Jó. Itt a kettő. Most már látom? Igen. De akkor merre van a kályhajuk? Mert én azt hiszem, hogy... Nem kérem, 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 kályhajt be a szobába! Olyan belvai, egész éjjel, konyhátok, ahogy tetszik. Kérem, ez a fontosság. Remélem az utcára nyílik ez a két ablak. Én mondom, hogy egészen nyugodtan szólsz. Az úrényed biztosító tolvány? Miért? Na, egyszer volt, de onnan. Holnap, tibe leodolsz majd. Azt kell már mondani. Na, ne tessék abban, én nem vagyok az. Hát akkor... Mi az ennek a szobának kettős ajtaja van? Ez itt a második ajtó? Nem, kérem, az a fal. Már itt a szembe lévő fal. Igen, az úrhozottak lenni, hogy ezt kérem már nem lehet. Van ugyan egy mennyasszonyom, de ez esetben természetesen felmondtam az eljegyzést. Azért kérem, ezt már nem lehet. Ez itt az ágy. Ez itt az ágy! Szép rész! Úgy sem lehet látni, csak bele lehessen feküdni. Ebbe lehet. Az unika szokott az járni. Miért? Nem lehet nálunk. Tíz után meghazálni kell szépen. Mi 9-kor letekszünk, és nem tudod fel senki ember kedvé, még a római papánat sem. Amire szóra alszunk, kérem szépen. Mert vannak olyan rondorítek, akik este 10 után járunk azok, és ruhástuk, beledöbbenek az ágyamból, viszont azért kérem, aztán nem lehet. Kérem, kérem! Van itt szekrény? Szüleljenek az unok? Még élnek. De ha nem jött esetleg, megölöm őket. Van szekrény. Nem vettek azok? Egészségi bizonyítványt fogok hozni, van szekrény. Kérem, pitet cigányi vagy. Mennyibe kerül? Nem, mennyibe kerül? Pitet cigányi vagy nem? Nem az, hogy kérem. Igen, tudom. Jó. Kiszaladok a pénzemért. Letettem a kapu elé. Ott vár kint. Egy perc és vissza is jövök, jó? 8 órát tessék hozni, és kérem tessék idekezni! Mindent ezt a szárnak is kiadhatom. Thank you.
Nagy Dolacsek. De hiszen... Dolacsek. Dolacsek? Mit jelent az, hogy Dolacsek? Az csak egy név. Ez példátlan. Példátlan, igaza van. Példátlan, mint a tündérmesi varázslatai. De hogy került ide? Nem is szebb. Álomszerűbb elgondolni azt, hogy nem voltam itt, hogy nem vagyok, és hogy nem is leszek. Maga egy kötezni való tökéletes őrült. Ne szégyelli magát. Maga zongorázott az előbb. Hogy zongorázhattam volna, hiszen én csak ember vagyok. Zongorázni csak a zongoratút. Én legcsapért csak énekelhetek. Eszébe jutottál, Seherezádi, az alvó zongorának, és az megszólalt magától. Nézd a Dolacsek! Tudja, hogy én alkalomattál szívesen elhallgatom a maga hasonlatait, de nekem se lejje, se ideje. Azt akarja, hogy elmenjek? Hát igazán sajnálom, de szeretném, ha elmenne, nekem most mi szóval szóval kidob! Ha egy koldus kopogtatott volna az ajtaján, hogy eltikkadt és elfáradt, neki adna egy pohár vizet is neki, megengedni, hogy leüljön a küszöbén. Megengedném, mert nem ismerem. Maga nem koldus, és maga nem egy pohár vizet kér. Amit én kérek magától, azzal megadja, kevesebbet veszít, mint egy pohár vizet adna a tengerből. És nekem többet jelent, mint egy pohár víz a szomjan halónak. Tudom, ezt már vagy 50-szer elmondta. Meg akarja csókolni a szoknyám szegényét. Jól emlékszik. Maga tébolyodott. És azon kívül beteg is. Egy beteges hajlamú ember. Tudom. Én is imádok. Rajongó korcs lélek. Elfajult képzelet. Freud és a többi. Tudom, a valódi férfi más. Az egészséges asszony szíve bálvány, akiről ábrázoztok, ez nem így közeledik felétek. Nem azt szoktjátok szegényt akarni megcsokolni, hogy aztán meghajol utána. Hanem meghallgatja akarod, magához rád, hogy mozdulni se tud, és a szárok követeli, a szárok azt a gyalázatos, édes csókolni való rózsairat. Ugyan kérem! Micsoda ízetlenkedés! Nem erről vesz, hogy én már megmondta magát, hogy... Hát beteges és elfajult, ha reszkedem, és megilletődöm, és vallásos áhidat fog el a szépség csodájától! Dolacsek, tud maga magyarul? Nem tudom. A lélek nyelvét, a muzsika nyelvét beszélem. Mindenki megérte, akinek lelke van, és aki valaha halálosan és boldogtalanul szeretett. Hát én nem tudom, hogy kell hangjegyekbe foglalni, ha azt akarom mondani magának magyarul, hogy nem kell. Mi nem kell? Az élet, a halál, az álom, a csoda, a varázslat, a rémület gyönyörre, a káosz értelme és beteljesülése, a mámon csodája. Nem kell! Mi nem kell? Maga! Én nem kellek. Maga, édes Dolacsek. Próbálj ezt egész egyszerűen megérteni. Maga két hónapja gyötrődik és kínlódik, hogy elhitesse velem, hogy maga kell nekem. Egész egyszerűen azért, mert értelek magának. És azt hiszi, hogy én gonosz vagyok, és örömöm velem a maga gyötrődésében, azért nem hallgatom, mert... Pedig erről szó sincs. Én csak egy egyszerű nő vagyok. Talán kicsit szebb, mint a többi. De higgy el, ha nekem kell valaki, azt nem hagyom kínlódni. De nem azt akarom mondani, hogy én másban vagyok szerelmes, azért nem hallgatom meg magát. Maga egész egyszerűen azért nem kell nekem, mert nem kell. Mert nem tetszik. Mert nem kívánom. Mert ha ránézek magára, semmi sem jut az eszembe, semmi vágyat nem érzek. Egészen úgy nézek magára, mint egy krumplira. Érti? Na remélem, ezt végre megértette. Krumplira? Krumplira! Mintha egy krumplira nézne? Mintha egy krumplira néznék! És nem kell? Nem kell, könyörgöm, értsem el, mert maga nekem nem kell! Tudom! Na hát! Azért nem kell úgy kiabálni. Csak azt mondom, hogy azért nem kell úgy kiabálni. Piacskám. Néha, kedves Dolacsek. Csak azt mondom, hogy nem vagyok siket. Pardon. Szömerce. Sarjadék hagyma. Krumpli! Tessék, itt van, föl van írva, krumpli! Érdekolondult! Tessék, itt van a pontos dátum, május 18-a, ez ma van.
Május 16-án előre felírtam, hogy ma 20 óra 24 perckor be fogja mondani, hogy krumpli 20 óra 24 perc. Bemondta a krumplit, ahogy a többit, jelenteni fogom az igazgatónak. És most, hölgyem, ébredjen fel! Mit beszél itt össze-vissza? Hölgyem, bocsássa meg, hogy a terhére voltam, és hogy igénybe vettem az idejét és az idegeit. Tekintse magát a tudomány áldozatának. Legyen büszke rá, hogy szolgálhatta az emberi lélek megismerésének nagyszerű harcát. Ma, amikor kísérleteimet kegyeddel befejezem, egyben köszönetet mondok kegyednek a Psychical Mysteries and Survival Problems Research tudományos társaság nevében, melynek titkára és szerint harcosa vagyok. Miféle hülyeség ez? Kegyed persze csak annyit tud rólam, hogy a dolacsek. Azt nem kérdezte sose, hogy ki az a dolacsek. Most, hogy hipnotikus állapotából felébresztettem, melyben két teljes hónapig tartottam, engedje meg, hogy bemutatkozzam. Én egy angol tudományos társaság megbízásából végzek hipnotikus kísérleteket. Ez egy újabb trükk! Mi tudósok és kutatók nem dolgozunk trükkökkel. Hölgyem, még egyszer köszönöm. No, dolacsek, maga hülyenek az engem? Azt akarja velem elhitetni, hogy hipnotizált engem. Két teljes hónapig, hölgyem, hogy ezt az okmányok is bizonyítják. Milyen okmányok? Előjegyzések ebben a jegyzőkönyvben. Esetről esetre bejelentettem a társaságban, hogy mikor és mit fog mondani, hogyan fog viselkedni, mit fog válaszolni a kérdéseire, stb. Ez az utolsó példa a krumplival, klasszikusnak mondható. Maga azt akarja velem elhitetni, hogy én két hónapja azt teszem, amit maga előre akart. Én nem csak tett azt, amit én akartam, de azt gondolta és érezte is, amit én szuggeráltam magának. Nem történhetett egy mozdulat, egy szemrebbenés anélkül, hogy én nem akartam volna. Szóval nem én barátszom meg magát, hanem maga engem. Így is mondhatjuk. Az előbb, amikor azt hitte egyedül van a szobájában, szinte megsajnáltam magát. Annyira tehetetlen volt, annyira nyomorult. Szinte lelkiismeret furdalásom támadt, hogy mégsem szabadnék bánni egy érző eleven emberi lélekkel, mint valami trótbabával, de hát a tudomány... Mi? Mi? Engem nem tud tehetlenek és nyomorultnak? Maga nyavajás! A kezelem még a földön petrengett előttem. Hát ide dolacsek. Hogy van az, hogy magát két hónapig ette a fene értem? Ha maga egy csodarabbi, miért nem szugerálta belém, hogy legyek szerelmes magába? Úgy látom, hogy még mindig nem érte, hogy miről van szó. Hiszen a kísérletek lényege éppen az volt, hogy ezt megakadályozzam. Van. Adva van egy férfi csekésérem, akit a szerelem mostanában kis játéka rég nem érdekel már. Csak a tudományos megismerés, de aki ez, ez éppen eléggé bosszantó dolog, soha nem tudta megakadályozni, hogy a maga fajta hisztériás nőskék belebolonduljanak az ilyen kísérletek során. Most hát megmutattam, hogy hipnózis útján olyan ellenállást válthatok ki egy nőben, hogy az akármit is csinál, még ha a feje tetejére áll, és nem tud belőszeretni, mert én nem akarom. Szóval különben beleszerettem volna magába, csak maga nem akarta, hogy nem hagyta. Nagyon dolog, csak most már elég ebből a személyemetlen szamáságból. Már kezd a fejem fájni tőle. Maga eddig unatságos volt, de most már unalmas. Maga egy ostoba hiúk is, majom. Ez csak úgy mellékesen jegyzem meg, tisztán tudományos szempontból. Maga... Maga soha nem fogja tudni felfogni, hogy mekkora diadal volt az nekem, hogy végre egy nő, aki nem tud belém szeretni akárhogy is erőlködik. Végre egy nő, aki nem szédül belém, mint egy kútba, hanem krumplinak nevez, és áll egy helyben, és nem tud mozdulni, mert én nem akarom. Maga dolog, baba? Nem, csak most hagyjam ezt a hülyeséget, most már menjen innen! Majd akarok, fiacskám! Csak ne ugráljon, fiacskám! Mert a kedvem szottyan és azt találom mondani, álomkép, ne mozdulj! Akkor kegyed marad a helyén, és csak átom, mint a szárazföldet kivetett marha harcsa hundra. Mi? Tud most mozdulni? Maga hülye. Ez az ott szugeráltam éppen! Most nem tud más csinálni, csak amit én megengedek magának. Hipnotikus hatásom alatt áll. Nem igaz? Hogy kastaba én szemes nevok, én egész a szemben. Most súlyának is ellenszembesnek lát! Tehetetlen haragot érez velem szemben! Engedelmeskedj! Ez képtelen! Most nem tud felállni onnan! De tudok! Hát semmi, mert én feloldottam egy pillanatra! Most nem tud idejönni! Bűvös kört érez! Thank you.
tudom! Most nem tud megcsókolni! A kalandi is elrökködik! Nem tud megcsókolni! Engedelmeskedj ki! Engedelmeskedj ki! Vannak idél épp az ellenkező módszer válik be. Az ilyen féléket, mint maga így, az ilyen féléket, akiknek a szoknyája szegét akartam megcsókolni, és kénytelen vagyok megelégedni a szájával. Érted? Még igen. Ennek még van értelme.
De kezd már el, térjünk a tárgyra. Ennek még van értelme. Nos, mi is mondjuk, hiszen tudod, költészet. És holmi csacs a szerelmek, és Budapest forró katon, és sejemparikák, és a ma vaskarika. Hával? Most, hogy elhallottam egy roskos és szertelen táncban, főváros, a mélységben égszínkét kötődése. Szóval... Szóval? Szóval mezenésítve. Úgymond, szóval pompás volt, és 18 év. Istenem, 18 évig nem voltam otthon. És látod, milyen szép volt és kívánatos. De jaj! Megváltoztam. Rettenetesen megváltoztam. Sanya, és polgári szavak öprendeznek a mélyből. Pitam szavak! A saját lelők esemségben tetrengve. Mit ír akkor a költész? Meg minden. Mit ír a tekintélyes és gőgös paradízis, amit összeszedtem magamnak. A saját anyám nem ismer meg. Képzeld el. Lementem. 18 év múlva. Szegény. Meggyötök vándor! Vasúton és pompás éttermek közt. És egyszerű vidéki város, és utcák, és az utcán találkoztam vele. Vele? Vele. Az országoton pillantottam meg. Anyám, mondtam neki. Anyám, nem ismersz meg. Félix. Félix! Nem ismered meg a saját fiat, anyám. És nem ismert meg a saját és hazajöttem rögtön. Vonatra szálltam, szálló vasút, szent Isten. Hazajöttem. Meg minden. Saját anyám. Saját anyám. Félix. Mondd csak. Biztos, hogy az anyád volt az? Mondd azt valami! Hát persze! Most jut az eszembe! Az anyám alacsony és szőke nő! Na ez magas volt és fekete, akivel találkoztam. Majdnem biztos, hogy nem ez volt az anyám. Szintén ide osztottak. Hogy vagy, sokán maradsz itt? Tudom is én. Nagyon unom magam. Az ember a más világon elmustul. Sürgős dolgom nincsen. Az ember mindenre ráér.
Elég az örökké valóságból. Téged is örökké valóság portigran hívtak, de... Engem is. Te mindig ilyen unalmas itt? Igen, kérlek. És az ember elveszíti minden kedvét. Tegnap például eszembe jutott, hogy nekem egy tartozásom van. Még a behívásom előtt megígértem valakinek, egy hölgynek, hogy halál után találkozunk. Eszembe jutott. Mondottam, hogy is most semmi dolgom. Lemegyek, és elbeszélgetünk egy kicsit. Ugyan. És mit szól? Na, 12 előtt valamivel érkeztem. Még aludtó nagyságban. Egy gondoltam, hadd aludjék. Keresztül mentem a falon, aztán beültem a tükörbe, és néztem. Sok tekintetben azért előnyösebb ez az állapot, hogy az embernek nincsen teste. Az enyém egy kicsit kövérkés volt, és nagyon izzadtam. Na, azért is nincs. Hát persze, az igaz. Hát kérlek, én eléggé vártam a találkozást. Én tudnélik valami hosszú és patetikus levelet írtam neki, amiben ezt a randevút megígértem. Azt írtam neki, hogy a más világon találkozunk. De nem értem, hogy miért akartam vele pont a más világon találkozni. Hát biztos valami fontos mondani valam volt neki, de bizony Isten elvehetettem. Nem is képzel. Ott ülök a szobájában, mondom a tükörben, és törtem a fejem, mit akartam neki mondani. Pedig milyen fontos volt akkor, direkt fejbe ültem magam, hogy találkozzak. És képzeljük, ott vagyok és nem jut az eszembe. Szép nő? Tudja Isten, az előtt tetszett. Te, mióta itt vagy, nem jutott az eszedbe, hogy milyen furcsa dolog egy emberi test? Furcsa? Igen, igen. Mondhatnám komikus. Különös hatással volt rám, hogy ezek még mindig hordják azt a testet, amit én már oly rég levetettem. Olyan régi divatú dolog, mint az uraságoktól levetett ruha. A lélek leveti a testet, és ezek tovább hordják. Na, a dologban valami. Na, de részletek. Azokat is megnéztem, kérlek valasson. Azelőtt például őrülten szerelmes voltam a lábaiba. Ma kérlek szépen, hogy hogy néz ki egy emberi láb? Nyilvánvalóan olyan, mint egy elnyomododott kéz. Na, azelőtt kéz is volt, mikor még molyom volt az ember, az ujjak eltorzultak, és a tenyérből lett egy vaskos, formátlan húsdaganat. Nem értem ezt, akkor nem vettem észre. És a szája? Az meg két vörös húsgyörcs. A bérrendszer felső nyílása, a sok levéstől kitagadt. Meg egy csontocskák vannak, de azok szabályosak. Ez nem csak az orr, hogy milyen szabálytalan egy valami. Két lyuk van rajta! És a legkomikusabb és a legszánalmasabb, a két fő. Két ilyen kis lemaradt és húsz szapatocska, amely összesugorodott és csillagyott, mint valami töpön. És két ilyen kis húsz szapatocska lóg a fej két oldalon. És ez nekem tetszett! És nem akartam csókolni! Mondasz valamit! Hát kérlek, én elvésztem egy darabig, ennyi az egész. Aztán megint töltem a fejem, hogy tulajdonképpen mit akartam neki mondani, de szégyen ide, szégyen oda. Nem jutott az eszembe. Én aztán fogtam magam, aztán szépcsendesen ellopta, mielőtt még felébredhetett volna. Nem mennék vissza többet. Nem is tudom, hogy miért. Azóta se jutott eszedbe? Na mit csináljam? Nem. Tehát... Van rá idő? Arra való az örökké valóság. Nincs egy cigaretta. Volna. De mivel szívjuk el? Nincs szájunk. Az igaz. Na látod? Ez az egyetlen dolog, amit mi. Sajnálom.